Mai vendégem TikTok sztár, na de nem olyan, mint amire erről a szó összetételről a legtöbben aszociálnak. Anna párjával Dáviddal, a reményfarm alapítói, akik a social médiát profi módon használva népszerűsítik a fenntartható gazdálkodást. Anna a ráadásul sokak személyben az öltözködését tekintve extrém arc, izgalmas személyiség. Ismerkedjünk meg vele. Itt van velem Juhász Anna. Engem Lakatos Leventének hívnak, ez a Levente Klubja. Azonnal kezdünk. Szia Anna, üdv a klubban! Hello, sziasztok! Nagyon na örülök, hogy itt vagyok! Én is örülök, hogy itt vagy, nagyon vártam ezt a beszélgetést. Fia, TikTokon ezer évek követlek benneteket, nagy rajongó vagyok. Gratulálok az eredményekhez, fia, minden videó millió fölött van. Köszi szépen, amúgy nem is jön, hogy elhiggyem, de tényleg abból kiindulva, hogy ősszel mi ennek úgy futottunk neki, amúgy azért ősszel kezdtük, mert akkor volt vége a munkának a farmon, ah. és akkor azt mondtuk, hogy jó, akkor most van időnk egy kicsit hülyéskedni. Um, én reméltem, hogy tetszeni fog az embereknek, mert hát azért úgy, úgy, készít bárki bármit, hogy reméli, hogy annak, annak valami pozitív hatása, vagy reakti, pozitív reakciókat így ki fog váltani. De hogy ennyit, ez így azért, ez, ez, ez azért elég eszemet. meglepett? Meg Nagyon. Tényleg. Nagyon őszintén, te teljesen. És e, most már, hogy így nagyon benne vagyunk a szezon vastagjába, megint, ugye, már tavasztól így éreztük, hogy egyre kevesebb idő jut, aztán most már szerintem örülhetünk, hogy a, ha honnan kirakunk egy videót, mert ez rengeteg a munka. De de nagyon szeretjük amúgy még mindig így a, a TikTok oldalat is, főleg, hogy mármint e, e, a, a, a TikTok oldalát a dolgoknak, mert hogy e, rengeteg e, visszajelzést kaptunk, főleg fiatalabb generációtól, akár kisgyerekektől vagy hát kisgyerekes szülőktől, ugye, tőlük jut el hozzánk az info, hogy például kiharcolják otthon, hogy tyúkot tartsanak. És ez annyira cuki, tehát. nem hogy, a panelben, nyugtass meg. Képzeld el, hogy olyat is hallottam. Tényleg? Igen, hogy kint az erkélyen két tyúkocskát, a kis, kislány nem. Tehát, hogy mer, hogy reményfarmos Anna így, meg úgy, és akkor neki kell egy tyúkocska otthon, vagy kettő. Um, és. Kényleg, hát milyen a... jó, hogy nem a marhákat szoktátok promotálni a TikTokon, érted? Az erkélyen nagy marha? Hát az, az már igen, kérdőjeles lenne. Um, de hogy Aminek azért mégiscsak örülök, hogy így kertes házba vidéked. Szomorú, de kikopott a mai kultúrából. Tehát nálunk is a faluban nagyon kevesen tartanak, bár egy fél tucat baromfit így az udvaron, hogy legyen. És akkor most mégis vannak ezek a kis fiatalok, meg gyerekek, akik azt mondják, hogy hú, hát ez olyan menő, hogy akkor tartsunk már mi is. De reméljük, hogy nem olyan lesz a sorsok, mint a húsvéti nyulaknak, tudod, amiket utána oh, szélnek keresztenek, vagy nem tudom, mit csinálnak velük. Igen, az elég szomorú, de igen, Remé remélem, hogy így azért átjön a, a, a felelősségtudat is, így a videókon keresztül. És hát nem kell tojást vásárolni a boltba, érted, így a, az inflációk elős közepén. Úgyhogy ez Van, egy ez tök, a, ez jó megoldás. És a konyhai hulladékot elpusztítják, úgyhogy még az se kell, azzal se kell gondot. Tessék, mondjuk a kakát kell takarítani, de semmi gond. Az nálam, nálam kalambok vannak az erkélyen, hogy tudom, hogy miket termelnek oda. <coughs> díszgalambok, vagy csak ilyen? Nem, vad... oda repülnek ja, a madgalambok, <laughs> és ott turbékolnak nekem, és hajtom el őket, hogy menjetek már innen. <laughs> igen, igen, tudnak tudnak rendesen, De hát abból lesz a jó komposzt, amúgy, ami megint csak a kertben nagyon jó. Tehát, hogy így ez azért egy olyan gondolat, ami sokszor felszoklott ötleni bennünk, hogy nem fogok nagy meglepő dolgot mondani, de vegánok, meg ilyen, nagyon ilyen méregzöld, vegánok így szoktak támadni minket azért, hogy ugye mi egy állattartó farm vagyunk, és elfelejtik, hogy növényeket nem lehet termeszteni állatok nélkül, mert az állatoknak a trágyájából lesz a komposzt, amiből a növények meg tudnak nőni. Vagy vegyszerezed és vegyi komposztot. Tehát, hogy az, az de a, most tényleg az megéri? De a vegánoknak a problémája valójában az állatok legyilkolása, nem? Tehát, hogy a, a, a levágása aztán az eladása, ezzel problémáznak leginkább, nem? Ezzel problémáznak, bár szerintem ott is lehetnének olyan kérdéseket felrakni, hogy a, az életminőséget figyelni. És amit elfelejtenek, szerintem az a helyzet, egy lépést így visszalépnék, hogy az ember nagyon fél a haláltól. Hm? És ezt a halálfélelmet, ezt... Én úgy veszem észre, hogy ugye társadalmi szinten egyre inkább próbálunk eltávolodni a haláltól, és ezt annyira durván így belénk ivódott már, mint kultúra, hogy egyre inkább az állatoknak is a halálától próbálunk eltávolodni. De amit elfelejtünk, az az, hogy a természetben mindennek van egy vége. Nincs semmi olyan, ami örökké él, vagy örökké tart és a természetbe az állatoknak háromféle kimullási formája lehet. Az egyik az az, hogy éhen hal, ami elég vacak. Tehát mondjuk egy túlszaporodik egy, egy állatlétszám, és nincs elég élelem számukra, éhen halnak. Nagyon vacak. A másik az az, hogy egy ragadozó állat véget vet neki. Tehát a természet körforgása, igen. Körforgása pontosan. És a harmadik pedig az, hogy ez egy kicsit kombinált, vagy hogy betegségben pusztul el, olyan nincs, hogy öregkorban. Mm. Tehát, hogy az, hogy így ágyban párnák közt, ezt így mi emberek képzeljük, hogy a, a tökéletes vég lenne, de a természetben nem fordul elő, sőt, a legtöbb embernek sem adatik meg. Úgyhogy szerintem sokkal fontosabb azt a kérdést feltenni, hogy hogy tudunk ezeknek a jószágoknak leginkább a természeteshez közeli életminőséget adni, és aztán minél emberségesebb véget adni. Mm. Um, amit szerintem mi mi a Farmon teljes mértékben így cselekszünk. Mindleg. Nyilván én is ilyen, ilyen zavarban vagyok, hogy erről kell beszélni, mert én fogyasztok húst, mm -hmm. és egyébként fogyasztok marhahúst is, és tudom, hogy a marha ús, hogy a marha az a, az a, a ózor réteg szempontjából nem egy, nem egy jó jószág tulajdonképpen, ugye a marha ö, bélszele, úgy tudom, hogy az a probléma, ugye? Tehát, hogy a, a metángáz, Igen, a... hozzáfűzném, hogy ugye szokták azt mondani, hogy a marhatartó telepek, a marhatartó ipar a legszennyezőbb iparág a világon, ilyen szempontból, ami ipari körülmények között igaz. Uh -huh. És ezt nem fogom tagadni. Viszont erre is vannak más módszerek. Regeneratív állattartás, szakaszos legeltetés, grass fed beef, ugye, például, um, ami azt jelenti, hogy kint vannak a legelőn egész életükbe a jószágok. Um, ez viszont teljesen más karbon lenyomatot um, von maga után. Nem az, hogy más a puki, hanem az, a, az, ahogy ezek a jószágok a legelőn, az ökoszisztéma részeként tudnak működni, nem pedig így egy kiemelt dolog, amit így egy ipari épületbe így belerakunk, és az így egy ilyen. Nem is tudom, nem egy körforgás részeszként, hanem csak egy ilyen elszigetelt mm. dologként működik, kint az ökoszisztéma részeként, konkrétan építeni tudnak, mm. és konkrétan a regeneratív mezőgazdaság jegyében, példá például holisztikus menedzsmenttel, amit uh, mi magunk is alkalmazunk. Ez nekem teljesen kínai, egyébként fejjelöltem ezeket a szakszavakat, ide magamnak, hogy rákérdezzek majd. Uh, uh, igen, ezt uh, hozzá is szoktam tenni, mert hogy magyarul a holist, uh, bocsánat, a... Magyarul a holisztikus szó az egy nagyon erősen spirituális vonalat, uh -huh. spirituális értelmet nyert magának. Viszont angolul, amikor azt mondjuk, hogy holistic management, akkor inkább az angol értelmére gondolunk a szónak, miért, ami a whole szótőtől jön, tehát az egész. Uh -huh. Tehát azt jelenti, hogy az egészet, az egész képet tekintve minél magasabbról, minél, minél messzebbről, um, és a holisztikus menedzsment ilyen formán uh, olyan fajta irányítása akár egy farmnak, akár egy társadalomnak, bármilyen rendszernek, ezt nagyon sok mindenre át lehet fektetni, ami a nagy képet veszi figyelembe. Um, szóval ez végül is egy döntéshozási egy, rendszer. Írtam fel, értem. Nagyon sok mindenbe így belementünk, így hirtelen. Igen, de. belecsaptunk okay. a lecsóba. Ez a permakultúra mozgalma, ez mm. mit jelent? A permakultúra és a regeneratív mezőgazdaság, ezek rokon ágak. Uh -huh. A regeneratív mezőgazdaságban, a központban, végül is mindkettőben az van, egy kicsit nehéz jól megfogalmazni úgy, hogy ne nagyon szakszavakba menjek bele, hogy azért minden laikus is Meg kellemesen is. tudja. Még a is, igen? igen. <laughs> hát, az én szűrőmön is. Mindkettő olyan irányba megy, hogy ugye próbáljuk építeni, nem pedig pusztítani a környezetet, amiben gazdálkodunk. Tehát egy fenntartható gazdálkodás valójában. Ö, fenntartható, és nem is csak, a, a fenntartható az ö, azt a szót én azért kedvelem kevésbé, mert az olyan, mintha valamit szinten tartanánk. Uh -huh. még igazából építeni próbáljuk. Tehát a regeneratív az azt jelenti, hogy többet az unokáinknak több legyen, mint ahogy mi kaptuk. Uh -huh. Tehát körülbelül így nagyon leegyszerűsítve talán így mondanám. A vegánság az visszatérve egy pillanatra, hogyha neked nem gond, azt olvastam, hogy a párod hány évig? Sok évig. Vagy hat évig. Vegán volt. Vegetáriánus, vegetáriánus szóval volt? Vegetáriánus volt, igen. És mi történt, hogy visszaállt a húsra? Um, nagyjából uh, akkor állt vissza, ez még mielőtt megismerkedtünk volna, már elkezdett húst fogyasztani, amikor uh, arra az első pici önfenntartó tartó tanyácskára költözött, ahol mi az első pár évünket töltöttük együtt. és Somogyban. Mondjuk volt. egy néhány szóban ugye az volt, hogy ti mm. társkeresen ismerkedtetek meg egymással, és a harmadik randin tulajdonképpen már oda költöztél, hogyha jól olvastam hozzá. Rúzsaszín kis és magas szörkúval. És ez, és ez egy kisebb tanya volt a Somogyban, ugye? Mm -hmm. És ezt követően költöztetek át erre a mostani helyetekre, a Reményfalmra. csak ilyen kis információ a nézőknek, akik esetleg nincsenek ezzel képben. Tehát. Jó pontosítás, igen. Um, lehet, hogy jobb lenne őt megkérdezni amúgy ebben, mert nem akarnék a helyette válaszolni. Szerintem inkább csak így azáltal, hogy természetközelibb életmódot kezdett el folytatni, más perspektívába helyeződtek, rázódtak a dolgok, és ezért úgy döntött, hogy igazából a, számára a húsfogyasztással nincsen gond, de már akkor is... Um, um, Foglalkozott, és egyre inkább foglalkoztunk az ilyen etikus tartásból származó hús beszerzésével. Úgyhogy jelenleg például szinte kizárólag csak olyan húst fogyasztunk, vagy amit mi megtermelünk, vagy amit elbarterozunk, hasonló gazdákkal, ja, tehát a mint a cserekkereskedelem, az megy a környéken, úgyhogy ez egy tök jó, az is ilyen vissza egy kicsit az időben, nem a cserekkereskedelem, hogy nem, nem, pénzért, hanem a egymás áruitokért. Igen, igen, így van, mert mondjuk lehet van olyan, akinek teli a hócipője a csirketartással, mi viszont szeretnénk tőle mangalica zsírt venni, úgyhogy akkor így nagyon-nagyon jól működik ez a kis cserebere. Um, és uh, hosszú ideje odafigyelünk arra, hogy hogy olyan húst fogyasszunk, amiről tudjuk, hogy honnan ered, és hogy ö, olyan állatok megint csak ugye, a, amit az előbb mondtam, az életük az teljes legyen, és a végük pedig minél emberségesen. Annyira szörnyű, mert pont a, a Testről és Lélekről című filmben van a legelén egy jelenet, ahol, eh, ahol ilyen marha, nem tudom, ilyen telepen szaporító telep, nem tudom, hogy hívják ezt pontosan, marha feldolgozó telep, nem tudom, és ott a marhát beszorítják egy ilyen fura, és fejbe lövik, ugye így, 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 hal meg. És azért mondom, hogy zavarban vagyok, mert miközben én fogyasztok úst, ezt látva azért a szívem összeszorul, meg én sem nagyon tudnék levágni egy csirkét szintén szólva. Tehát, hogy nekem is nehezemre esne, tudom, hogy te ezt megteszed, és te vágod le a csirkéiteket. Nálam se, én nem így születtem, szóval. <laughs> Olyan öt, öt-hat éve vágtam az első csirkét mm. életembe. Uh, úgyhogy uh, amikor erre alkalmam adatot, akkor így magamba csendbe elkönyveltem, hogyha ezt meg tudom lépni, akkor fogok még húst fogyasztani, de azt olyat, hogy tudjam, hogy honnan a származik, nem, nem. Um, vagy nem eszem húst. Uh -huh. Tehát, hogy legyek képes levágni, tehát, hogy vállaljam a felelősséget arra, hogy hogy azt a, azt a nem tudom, nevezhetjük karmikus energiának is, ami ott kisül, hogy azt vállaljam magamra, hogyha én azt a húst el akarom fogyasztani. Tehát szégyeljem magam. Uh -huh. <laughs> Értem. Nem, nem arról van szó, mert igazából buddhizmusban is például vannak olyan Kivételek, hogy például, hogyha valaki beteg, akkor igenis egyen húslevest, uh -huh. mert attól fog előre kapni. Vagy hogyha van valaki, aki például egy gyógyító, aki uh, járja az útját, és ugye embereken segít, és neki szüksége van arra az energiára, akkor fogyasszon húst, mert annak a jószágnak a karmikus energiáját ő emelni fogja azáltal, hogy azt az energiát jó cselekedésre használta. Nem kell ennyire spirituális irányba elmenni, amúgy ez csak egy ilyen példa, ami nekem nagyon szimpatikus, hogy gondolhatunk úgy arra a jószágra, hogy például rengeteg sok kismama van, aki fogyasztja a termékeinket, gyerekek, olyan rengeteg olyan szülő, aki azért kezd el tudatosabban húst vásárolni, mert gyereke születik, és amíg csak ketten voltak, addig azt mondják, hogy hát megeszem én a szent is, tehát tök mindegy, hogy mit teszek, műanyagot, de a gyerekemnek oda kell figyelni, hogy mit fogok a szájába adni. Tehát, hogy így um, gondolhatunk úgy is rá, hogy ez egy ez olyan emberekhez jut, akik, akik teljesen megérdemlik, hogy, hogy ilyesmit fogyasszanak. Nem akarok ezzel piszkálni ezzel a témával, hát, de hogy így te ilyen tök kedves lánynak tűnsz meg aranyosnak, és nem kezdesz el kötődni az állatokhoz? Dehogy nem. Dehogy nem. Persze. És nem okoz problémát utána a levágások? visszakanyarodnék akkor a legelső csirkéhez, amit levágtam. Um, ez egy svédországi farmon volt, oda azért utaztunk Dáviddal, hogy um, tanuljunk a baromfitartásról. Egy nap volt, uh, egy ilyen hosszú hétvégés kurzus volt, egy nap volt a tojótyúkokról, egy nap pedig a húscsirkéről. És mi szinte kizárólag a tojótyúkokért mentünk, mert azt mondtuk, hogy tojással szeretnénk foglalkozni, az úgy fekszik, az úgy jó, szimpi. Hát mi aztán nem fogunk csirkét vágni, az biztos, mert nem olyanok vagyunk. És ugye ott volt ez az alkalom, mondom, hogy így magamba így csendben, így ezt a kis ö, egyességet megkötöttem a saját lelki világommal. Egy tök fiatal srác volt a, a vágó stációnál, ilyen kis stációkra volt az, hogy minden, minden egyes munkafolyamatot ki tudjunk próbálni, és hogy lássuk, hogy ők ott hogy mennyire hatékonyan dolgozzák fel a, a csirkét. Egy tök fiatal srác volt sokkal fiatalabb, mint én, amúgy minden résztvevő már vágott csirkét életében, én voltam az egyetlen, aki még nem. És fogtam a kezembe, és potyogtak a könnyeim a tagnyom nyálam minden egybecsortát, hogy így, így, így tényleg nagyon-nagyon durva érzelmi reakción volt rá és megcsináltam, és a srác végig kérdezte tőlem, hogy oké, okay, can we go on? Következő lépés, ugye, tehát, hogy mehet, mehet tovább, mm. és én a könnyeimen keresztül mind mondtam, hogy yes, yes persze, igen, és um, levágtam azt a csirkét, másfél napig bőgtem még rajta, amúgy kizárójában megjegyzem, hogy meglepő, hogy azok a gazdák, akik 30-40 éve gazdálkodnak, és ilyesmit is csinálnak, mennyire együttérzőek voltak, és megértőek voltak mm. velem, és nagyon-nagyon kedvesen Um, szóltak hozzám utána. Um, Vigasztaltak? Igen, és volt, volt olyan srác, aki, aki addig eléggé um, ilyen nagyon magabiztosnak tűnt meg minden, és, és totál így megnyílt, és mondta, hogy tudom, hogy nehéz, de hogy hát ez az életrendje, és hogyha ha akarunk húst, akkor ugye valakinek ezt magára kell vállalni, ezt a lépést, és hogy, ez hogy teljesen annyira, annyira kedvesen szóltak hmm. hozzám tényleg másfél napig még így mondhatni sokkos állapotban voltam, kb. bármikor elkezdtem bőgni így, és hazafelé jövet a repülőgépen, annyira el tudtam helyezni a lelkembe ezt a dolgot a megfelelő helyre. Hazafelé jövett a repülőgépen Dáviddal, arról beszéltünk, hogy ezt mi is meg tudjuk lépni magunknak. Neveljünk fel 30 csirkét, az körülbelül egy éves húsfogyasztásunknak úgy nagyjából elég lesz, adunk még a szüleinknek is belőle, és akkor legalább tudjuk, hogy olyan húst fogunk enni, aminek az eredetével tisztában vagyunk. De azt ne titkoljuk el, hogy itt ugye füstölésről van szó, ami Most egy számom. is, tényleg egy szá... amúgy? Nem, nem azt tanultátok-e a feldolgozásnál, ezt a füstölést. Ö, Mert azt, is így, azt kutat... is így kutattalak meg, hogy ezt ezt tudtam meg rólad. Ö, abszolút, amúgy nem tudom, hogy hogy futottál bele ebbe az információba, de totál. Hát, hát elég mély tettem, tettem, az internet újraiban. Igen, <gül> <gül> um, e, igen a csirkefüstölést is Svédországban tanultuk valóban. De ugye ez micsoda pontosan, én soha nem hallottam még erről. Nekünk is teljesen új volt, de annyira ízletes és annyira finom. Sajnálom, hogy nem tudtam kóstolót hozni. <laughs> Azt én is. <laughs> um, e, hát egészbe lefüstöljük, bepácoljuk a csirkét és lefüstöljük az egészet. Ez egy sonkával vetekszik hmm. a mell meg a comb. A farhádból, meg a szárnyból pedig mindig a vásárlóknak javaslom, hogy mondjuk paszúi levest, vagy bab levest, vagy krumpli vagy levest főzzenek belőle, és az a füstös íz az remekül annyira át, átadja magát majd a, a levesnek. Um, nagyon-nagyon finom. Tényleg a többi pedig, mintha egy sonkát. Tehát, hogy itt tartósabb is ugye maga a hús, tehát hát, hogy tovább eláll, mint az egy volt. Hónapig azzembe. eláll még, igen. Tehát azért a füstölés az egyik legősibb tartósítási módszer, amit így ismerünk. Um, és, és furcsa is, hogy szárnyasokkal miért nem szoktuk, mert amúgy mert baromi finom ti ezt egyébként ugye áruljátok is, vagy hát árulnátok, hogyha lenne kapacitásotok, mert hogy várólista van, hogyha jól láttam erre, a, erre a dologra. Igen, és ezt igen. is nyilatkoztátok, hogy tulajdonképpen egy előre, előre egy évre már megrendelik a, a vásárlóitok ezeket a termékeket. Miért nem bővítitek a céget, vagy a, vagy a farmot? Hát az a helyzet, hogy Ahányan vagyunk így létszámba, ahányan dolgozunk a farmon, záros az energiánk, meg az idők, amit így be tudunk vállalni magunknak, és közben meg abszolút szívügyünk inkább a legeltetés, a legelő állatokkal mm -hmm. foglalkozni. Minél többet bővítünk a csirke enterprise-ba, annál kevésbé fog időnk jutni, a marhákra, és közben meg tudjuk, hogy regeneratív szempontból, ökológiai szempontból annak van a sokkal, 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 sokkal nagyobb súlya. Mm. Úgyhogy uh, itt priorizálni kell, és uh, a holisztikus kontextus figyelembe de ez, de ezek, véve. Ezeket nagyon szimpatikus, mert ugye, tehát hogy egy évre előre van is, nem tudom, tehát hogy tulajdonképpen ebben lenne pénz. És ő... tényleg ellenére azt mondjátok, hogy nem, nem, mi azt szeretnénk inkább csinálni, ami ökológiaileg egy fontosabb lépés a, 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 az emberek számára. Amúgy, most a pont, hogy a holisztikus kontextet emlegettem, az a holisztik menedzsmentnek egy része. Ugye a kontextus az konkrétan a mi helyzetünk, hogy mi az, ami felé törekszünk, meg mik azok a prioritási. Prioritás. Tehát prioritások. igen, amik, amik számunkra fontosak. És a holisztikus menedzsment döntéshozási formájában három nagyon-nagyon fontos láb van, három nagyon-nagyon fontos szempont, amit figyelembe kell venni, amiből az egyik az az ökológiai milyen hatással van ugye Aha. az ökoszisztémára, a farmra, a környezetünkre, stb. Másik a szociális, um, milyen hatással van mi mint család akár, vagy mint um, egyedülálló személy, milyen hatással van a farmon dolgozókra, a közösségre, a falu közösségére, a vásárló közösségre, tehát hogy ezek mind ugyancsak fontos kérdések. És a harmadik a pénzügyi, amit nem szabad figyelmen kívül hagyni, mert um, ha ezt teljesen ignoráljuk, akkor oda jutunk, hogy elfelejtünk pénzügyi tervet csinálni, és Nincs igazából ha utána számolnánk, stb. hát ha utána előfordulja egy sok kis gazdánál, hogy mondjuk nem számolja a saját idejét pénznek, vagy hmm. ilyesmi, tehát hogy, és akkor mínuszba jön ki, mert nem gondolja át, hogy igazából mennyit ér az ő munkájának a, az, az értéke, mennyi az ő munkájának az értéke. És nagyon fontos, hogy a pénzügyi láb is stabilan álljon mert ugye mondtam a legelején, hogy tökre örülünk, hogy fiatalokat tudunk inspirálni arra, hogy a gazdálkodás irányába kacsingassanak egyáltalán, és lehet, hogy, hogyha idősebbek lesznek és oda jutnak, hogy lehetőségük adatik rá, hogy belevágjanak egy ilyesmire, egy ilyesmibe, akkor belemernek vágni, mert azt mondják, hogy milyen vagány volt Anna meg Dávid, Remény Reményfarmon, még mikor 12 éves voltam, vagy ki tudja. Um, és meg tudjuk mutatni, hogy ebből igazából meg is lehet élni egészen, köszönjük szépen, jól. Nem az van, hogy gyere gazdálkodni, és majd felkopik az állat, mert nem lesz pénzed egy cipőre kb. Nagyon, tehát mind a három, mind a három szempont nagyon fontos. A pénzügyi szempontnak viszont a másik extrém oldala az, az, az azok a gazdák, akiknek az az egyetlen egy szempont, hogy mennyi a profit. Mm. És nem figyelnek oda, hogy... hogy Ökológiailag például milyen hatása van annak az állattartási módszernek, amit ők űznek. Lehetnátok tyukot tyúkot bérelni. Ez pontosan mit jelent? Um, most jelenleg amúgy pont nem lehet, de fog indulni egy tyúk csapat Aha. hamarosan. Ez úgy néz ki, hogy egy ilyen havi díj van a tyúkocskákra, tyúk egy előfizetési díj. Ja igen, egy mecénási tyúk, díj, igen. Tyúk mecénásaink vannak, tehát elő lehet fizetni a tyúkocskákra. Ez azt jelenti, hogy az az összeg, amit kapunk, az ugye fedezi a takarmányozási díjat, és abban a hónapban, amennyi tojást produkál az a tyúkocska, annyi visszalandol a bérlőnél. Aha. Természetesen nem számoljuk meg darabonként, hogy az Erzsi, a Bözsi, Zsuzsi mennyit tojtak, vagy valami, de ugye leosztjuk ilyen 500 fős, vagy pár száz fős létszámok szoktak lenni, és azt így leosztjuk júklétszámra is úgy osszuk ki, hogy mondjuk ezen a héten hat tojás jár, jövő héten öt tojás, következő héten hét tojás, esetleg, vagy ilyesmi. Mert ugye hetente változik, hogy mennyire szorgosak a kocskák. Igen. Ez körülbelül ezt jelenti. Ami nekünk, mint gazdák, ugye tök jó, mert tudjuk, hogy a takarmányozási díj az ugye stabilan fedve van. A tojási parban ugye nem sokan gondolnak bele, de igazából egy tyúkocskának nem mindig ugyanaz a hozama. Tehát így nagyon-nagyon nehéz tökéletesre beárazni, és például ezért van az, hogy húsvétkor tojás hiány van, vagy felmegy az ára a tojásnak, mert egyszerűen nem lehet azt megcsinálni, hogy két-három hétre kinevelni egy tyúkállományt, hogy addig toljanak, és aztán így köszönjük szépen, nem? Mert ugye van egy megtérülési időtartam. Na mindegy, ebben nem is kell már menni. <laughs> a másik, amivel még foglalkoztatok az előző farmon vagy az előző lakhelyeteken, ugye a méhészet volt. Igen. Ú, ami ó, egy a szenvedélyednek szerektől. tűnik az interjúk alapján. Én rettegek a méhektől. de egy beöltöztél, és mentél kiszedni a mézet, meg ilyesmi? Dávid végezte legtöbbször a munkát, mert rettenetesen allergiás vagyok a méh csípésekre, amúgy... Ö, én meg rettegek tőlük, meg kiszámíthatatlanok konkrétan. Én úgy látom nem. a méheket, nem? Nem. Amúgy nem, nem, nem. Amikor megcsíptek, akkor mindig tudtam, hogy miért történt. Úgyhogy lehet, hogy csak meg kell barátkozni, egy kicsit meg kell ismerni meg őket őket. Meg simogatni és akkor... őket is, meg igen, el kell altatni a szárnyuk alá kell csapni a fejüket, és minden jó lesz. Lehet, lehet. Nagyon-nagyon szerettünk méhészkedni, arra sajnos még nem sikerült időt szorítsunk ezen a farmon, de képzeld, még mindig van egy üvegmézünk, abban, le... igen, amit, öt éve pörgettünk kb. Úgyhogy igen. TikTokon ugye a, a pont ez a tyúkaltatás volt, amiről <laughs> itt most viccelődtem, hogy a tyúk fejét be kell hajtani a szárnya és egy kicsit ringatni kell, és akkor a tyúk elalszik tulajdonképpen. Igen. Ez volt az áttörésetek ez a videó, nem? Igen, ez, igen, ez, ez így nagyon-nagyon nagyot -nagyon -nagyon futott. sokan kérdezték, hogy akkor mi értelme ennek, hogy le kell fektetni este a tyúkokat? Nem, elalszanak maguktól, amúgy semmi értelme nincsen. Tehát De tényleg abszol... elalszanak konkrétan? Tehát így beálmosodnak be és bealszanak, vagy csak nyugton hát maradnak? Ő, inkább, a, inkább ö, azt mondanám, hogy a sötétség, ugye ami az, hogy a szárnyuk alá berakod a fejét, ö, nekik a, az ilyen életritmusuk sokkal erősebben van befolyásolva a fény által. Ugye nem úgy, mint mi emberek, akik folyamatosan mindenféle ö, műfénynyel veszük körbe magunkat, akkor is, hogyha a nap lement. Tehát és sötét ezzel van, ugye, akkor náluk ha Sötét van, akkor aludni kell, Aha. így van. Felüttek a pisit, egy Pontosan, pizsit. pontosan. Úgyhogy inkább az, hogy a sötétségben van, és egy kicsit, ö, hát a ringatás, nem tudom, a gyermekeknél is segít, ezt nem tudom pontosan megmagyarázni, hogy az miért segít, de segít. Um, és, és olyankor így el, elbóbiskolnak, és tényleg volt, hogy alig tudtuk felkölteni szegényként. Um, uh, úgyhogy igen, az, az, az csak egy ilyen kis trükk, amit a legtöbbször uh, akkor műveltünk, hogyha például olyan óvodás gyerekcsoport jött hozzánk, és akkor így, ah, ja, nézzétek! El kell őket el varázsolni. Igen, és az inkább arról van, hogy tud így megszeressék az állatokat, hmm. jaj, de cuki a kis tyúkocska, én is megpróbálom, vagy valami, um, és uh, amúgy azóta hallottunk, uh, hallottunk olvastunk TikTokon olyan kommentet, hogy volt olyan, -e, aki nagymamánál elment, és az összes húsz tyúkot elaltatta, és sorba fektette őket. Az is elég érdekes látvány lehet. De hogy így, ez csak egy ilyen kis gyerektrük. Tehát, hogy ez tényleg, megint csak nem számítottunk rá, hogy ennek ekkora sikere lesz, mikor mi ezt itt csak így hülyéskedésből szoktuk néha csinálni, hogy, hogy elvarázsoljunk egy-egy gyermeket például. A másik nagyot ment videó az életkorodat taglaló videó, oh. ahol ugye tehát a te életkorodat ilyen legenda bár egyébként, hogyha valaki mélyírás az internetnek, és megkeres egy olyan csatornát, amit te csinálsz, akkor ott beszélsz az életkorodról, legalábbis azt láttam. Ez csak egy -e jó pofapó, én tulajdonképpen, hogy nem mondod meg az életkorodat? A amúgy ez engem Elején, de baromira nem érdekelt, hogy ugye ezt így titokba tartsam, vagy bármi, de annyian kérdezték, hogy most már csak azért sem. <laughs> és nyilván és az őszhaj miatt nem, tehát az a, az, a, az a trigger ennek a történetnek? Igen, amiatt nem tudják, hogy hova tenni az arcomat, így korosztályban. Viszont az, az a vicces, hogy itt tényleg 18-tól 72-ig már mindent mondtak rám. Na jó, az ilyen 120 éves vámpír, azokat így hagyjuk ki belőle, de hogy olyan is volt már. Um, szóval um, hiába találja meg valaki az internet mély bugyraiban úgyse fogja senki elhinni, mert mindent írogattak már az interneten, hogy hány éves vagyok, szóval teljesen mindegy. Oké, okay, beszélgessünk egy kicsit rólad, mert nagyon érdekel a karaktered, meg Eddig a személyed. Eddig is beszéltünk. Hát ám. igen, csak egy kicsit a falra rá, rávetítve a dolgot, ami tökéletesen ezeket meg akartam kérdezni, csak most egy kicsit te érdekelsz engem okay. jobban, mélyebben. Ugye, amit én tudok rólad, hogy te varró nőként dolgoztál, és tulajdonképpen divattervező szerettél volna lenni gyerekkorodban. Az volt az álmod, hogy akkor a divattal foglalkozz, és, és ruha márkád legyen mondjuk? Ez egy nagyon jó kérdés. Most így csak bevillant az óvodás Anna, az ilyen négy éves, aki az akkori legjobb barátjának így azt mondta, hogy én tokmodell leszek, amikor nagy leszek, mert hogy nem, Top modellt akartam mondani, csak én nem tudtam, hogy az mi, úgyhogy valamiért top modell akartam lenni. Hát lehet, hogy tiktok ez most most e, e eszembe. <tok> lehet, modell> Tik modell, igen. <tok> <tok> um, ö, úgyhogy ö, lehet, hogy összejött odás annának a vágya. Um, én nagyon szerettem ruhákkal foglalkozni, mai napig szoktam amúgy, ö, de inkább csak a magam kedvteléséből, és a... Ha alkotok, akkor inkább saját magamnak szoktam. Nagyváradon nagy Váradani mindenféle népi, ihletésű, meg történelmi ihletésű ruhadarabokat is készítettem, illetve dolgoztam együtt néptánccsoportokkal, amatőr együttesekkel, profi együttesekkel, színházakkal, tehát igazából elég nagy, elég, elég sokféle dologba így belefogtam. Um, viszont rájöttem egy idő után, hogy amikor alkotok, én nekem nagyon-nagyon fontos, hogy tudom, ez, ez így orbitális hülyeségnek hangozhat valakinek, akinek a ruha az csak egy fizikai dolog, amit magadra húzol, hogy ne fázzál, vagy ne legyen meleged, vagy hogy pont jó legyen. Um, nekem a, a ruhák azok egy sokkal különlegesebb dolog így az életemben, mert hogy ezzel így a lelkivilágomat tudom kifejezni. Hmm. Ön és és használod a ruhákat. Abszolút, tehát hogy nekem ez ilyen művészet körülbelül, meg, meg tehát, hogy nekem nagyon-nagyon fontos, hogy fizikai megnyilvánulásra legyen annak, hogy milyen az én lelki világom, és erre az öltözködés a legjobb eszközöm. Na, vol voltál te gót is? voltál Meg voltál uh, japán lolita stílusú is, az ez a kettő, a gót egy kicsit ilyen depresszívebb vonalú dolog, nem egy I, ilyen... A, kicsit a kettő ilyen... között volt egy ö, ö, egy gothic lolita átmenet is, oh. tehát hogy hogy azért, azért így szépen te egy ágy Lolita volt. meg egy ilyen szexi dolog, nem? Tehát, hogy azért az egy... Oh, oh. Ó, nem, 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 nem. Um, Mármint, hogy férfi, férfi szemmel nézve megértem, hogy miért mondanál ilyeneket, de nem, a, akik így a Lolita közösségben benne vannak, ezt ezt a Mikorad, szemszögöt így nagyon most nagyon Én akkor a kommenteket váratom, igen? Igen, igen, igen. Um, nem tudom, hogy mekkora jelenleg Magyarországon a Lolita közösség létszáma, de majd meglátjuk, hogy a nézőid között mennyien lesznek, vagy hallgatóid között. Minden esetre a, a japán lolita divatnak az eredete az inkább az, hogy 18. és 19. századi európai divatból ihletődve alkottak egyfajta divatot, és pont egy olyan stílus, ami nagyon-nagyon szerény, és inkább ilyen eltakarós. Tehát, hogy például emlékszem, hogy akkoriban így mindig nyakig begomboltam a blúzaimat. De mert szoknyában meg illi. rövid, és ilyen fodrosnál. rövid, de mindig térdzoknit hoznak, hordanak hozzá, hogy ne látszódjon ki a bőr. Uh -huh. Tehát, hogy hogy pont azért, tehát, hogy nem rövid zoknival vesztük fel, hanem hosszúval. Legalábbis hát ez régen így volt. Lehet, hogy mostanság már így a lolita trendek is változtak, de nem nem tartom magamat így napra készen benne. Um, és vál, például le kellett legyen mindig takarva, tehát ilyen újatlan ruhát nem volt szabad hordani, meg ilyenek szóval ilyen szabályrendszer volt. Uh, amúgy a Lolita volt az egyik utolsó ilyen szubkultúra, amiben részt vettem esztétikai szinten és rövidesen utána rájöttem, hogy engem borzasztóan zavar, hogy ilyen hülye szabályoknak kell megfelelni, ugye gótba is, hogy mindig feketében ilyenek, hát hadd öltözzek már úgy, ahogy akarok. Úgyhogy eldöntöttem, hogy én csak így, így öltözöm, ahogy én vagyok, és kész. Tehát, hogy mindig, mikor megkérdezték tőlem, az, hogy ez milyen stílus? Vagy a másik kérdésem az, hogy ez milyen népviselet? Ezt ugye legújabban szoktam Megkapni, a reményfarmos mióta... népviselet. Reményfarmos, <laughs> igen. És akkor csak azon, nem, ez semmilyen, én csak így öltözködöm. Um, meg, megértem, hogy így az emberekben ez az legelső kérdés, de hogy ez egyszerűen csak, amit mondtam, a lelki világomat kell így kiprojektáljam, és erre nem kell feltétlen szerintem egy nevet rávarni. Erős népi ihletés, az, az valóban igaz, főleg manapság, hogy a farmus életem által erősebb kapcsolatot tudok ápolni így a népi gyökereimmel, ami nekem nagyon-nagyon jó. Mm -hmm. Arra akartam kiukadni a kérdéssel, nem is akartam a lolitákat itt uh, kicsit így uh, uh, megpiszkálni, inkább arra akartam kiukadni ugye a, a got meg a Lolita az egy extravagánsabb mm -hmm. történet. A te mostani stílusod, amire most áttértél, és amit most éppen viselsz, az egy visszafogottabb, konzervatívabb vonal, nem? Mi a változásnak csak a farmra költözés volt az oka, vagy volt valamilyen olyan élethelyzet, ami miatt... Uh, Megváltozott a, a, az ízlésed, a nézőpontod? A, hát az, az, az a helyzet, hogy én, én a, a Lolitát is már nagyon-nagyon sok éve így elhagytam. Tehát, hogy én már mielőtt Dáviddal találkoztam volna, sok-sok évvel előtte már így hagytam, hogy kiforjon a saját stílusom, amiben egyre inkább egyre több népi elem jelent meg, úgy, ahogy egyre inkább elkezdtem felfedezni a népviselet iránt érzett szeretetemet néptáncoltam amúgy tíz évet nagyjából amatőr együttesbe, és utána is még aktívan táncházakba elég sokat jártam. És közben csak azért siklott ki az agyam, mert így eszembe jutott, hogy az amatőr együttesnek, aminek tagja voltam a csillagocskának, a tíz éves évfordulója én 10 éves évfordulójára én magam vartam a viseletet, egy sárréti viseletrendet, és ott például sikerült azt létrehoznom, hogy minden egyes ruhadarab, amit megalkottam, az a viselőjének a lelki világát és a személyiségét tudta tükrözni. Uh -huh. Jó nagy munka volt akkor, ha nem egy egyenruhát vartál. Ó, nem, én nagyon, nagyon ellene, elleneztem már akkor is a népi egyenruhákat, és ennek így láttam, hogy az utóbbi tíz évben... Egyre inkább látom, hogy egy csomó tánccsoport veszi észre, hogy a népi egyenruha az egy kicsit ilyen abszurd dolog, mert hogyha belegondolunk, mikor színpadra viszünk egy folklorműsort, általában azt mutatjuk meg egy icipici szeletbe, hogy milyen volt esetleg egy népi mulatság, vagy egy, egy esemény, ugye. Um, falun régebben soha senki nem járt volna ugyanabban a ruhába, tehát most Képzeljük már el, egyrészt egy csomó mindent kézzel készítettek saját, saját maguknak. Nem, nem volt olyan, hogy ugyanazt megveszem a boltba, ugyanazt a H&M-es pólót, mint valaki más, vagy tudom is én. És amikor bejöttek a gyári anyagok, akkor is azokat az anyagokat mindenki kicsit másképpen dolgozta fel. Lehet, hogy volt olyan valaki, aki ráncoltam, volt, aki rakva szerette volna az újját a ruhájának, vagy Tehát, hogy egy csomó kis finomságot lehetett, és személyiséget lehetett belevinni. És most képzeljük el, hogy valaki elmegy vasárnap templomba, és szembe jön vele a szomszéd Zsuzsi egy ugyanolyan kötényel Hát az a lány ja, meg A fast fashion volgult. világában egyébként ez simán megtörténik, tudod. Persze, persze, hogy megtörténik, és mennyire gáz szokott lenni amúgy. Nagyon kivéve, hogyha, hogyha ilyen kis szuperbarik és akkor úristen, ezt öltöztünk. Um, Matching. Igen, igen, igen. Mecsi, mecsi. De de régebben ez nem fordult elő, tehát minden lány pont a a, 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 azt próbálta ugye képviselni, hogy ő, ő mire képes, ő, ő miket tud megvarni, miket tud megalkotni, tehát akkor is, akkoriban is a ruha, amiket a lányok viseltek, ugye azok beszédesek voltak. Ne felejtsük el, tehát, hogy a viseletnek azért voltak olyan szabályai, és akkor most egy icipici zárójelet rakok, nem lehetett bármit viselni, tehát, hogy természetesen falvanként, vidékenként változott, hogy mi az általános ízlésnek megfelelő dolgok, de hogy azon belül elég sok mozgástér volt, mm. nem úgy, mint hogy levarunk 12 egyforma ruhát mindenkinek. Az nincs. Az, az amúgy a kommunizmussal jött be, amikor ilyen egyenruhásítottak. Volt ezt akartam mondani, milyen fura, hogy abban a világban, amikor a, a női férfi egyenjogúság még azért nem volt olyan fejlett szinten, mint a mai világban, hagyták a nőnek kibontakozni a saját egyéniségét, meg a saját ízlését, úgy, hogy egyébként valamivel meg kellett azért felelnie az elvárásoknak. Ez így van, tehát hogy azért igen, meg kellett, meg kellett, feleljen bizonyos szabályrendszernek, de volt, volt mozgástér. Amikor kislány voltál, akkor el tudtad volna képzelni, hogy te egy farmon éljél, és... Nem? Nem. Nagyon-nagyon rövid válasz, nagyon-nagyon egyszerű, biztos, hogy nem. Tehát te ö... egy karriert akar, akartál építeni? Tehát, hogy a, divattal kapcsolatban te szerettél volna kitűnni, és szerettél volna saját márkát, ezt meg kérdeztem az ő nem Egyébként még mindig lehetne, tehát szerintem ezt a stílust és saját márkába belőtvözni azért elég menő lenne. De nem tartom kizártnak amúgy. Annyit tudok viszont, hogy azt nem tudom lelki világomnak fenntartható módon űzni, hogy minden egyes ruhadarabot annyira tehát hogy tényleg ez, 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 amit mondtam, ez a lelki világ tükröződése, meg a személyiség tükröződése. Azokkal a lányokkal, a társcsoportban, az én társcsoportomban, akikkel ezt meg tudtam lépni, ez azért volt, mert a barátnőim voltak. Mm -hmm. És mindenkit ismertem olyannyira. És az, hogy egy ö, idegen, akinek csak egyszerűen csak tetszik a stílusom, vagy szeretne egy hasonló ruhát, nem fogom tudni eléggé megismerni annyi idő alatt, mm -hmm. hogy azt mondjam, hogy érdemben alkossak neki valamit. Ö, úgyhogy egyáltalán nem tartom kizártnak, hogy ezt a modern divatba áthozott népviselet elemek által képviselt stílus, mint tehát ahogy én általában így a mindennapokban öltözködöm, hogy ezt valamilyen formába felskálázzam, de nem úgy, ahogy régen csináltam, tehát az biztos, hogy nem járható út számomra. Viszont, viszont igen, szerintem nagyon-nagyon szerintem fontos lenne visszahozni erősebben a népviseletet a mindennapokba, mert én nagyon erősen annak a híve vagyok, hogy a népi kultúra akkor tud élő kultúra lenni, hogyha a mindennapjainknak a része. Nem úgy, hogy egy múzeumban vagy egy polcon porosodik. Nagyon fontos a múzeumoknak a munkája is, mert az, hogy, hogyha egy ilyen üvegkupolába meg tudjuk őrizni, és tudjuk pontosan, tökéletesen, hogy tényleg ez volt, abból tudunk tanulni. De az csak egy, az csak egy, 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 egy ilyen steril megőrzése a történelemnek. A, mu, muszáj valahogy a mindennapokká tenni. Akár ruhába, ruhában, nekem ugye az öltözködésben a legfontosabb, de, de más tárgyakban és használati tárgyakban, bármiben el tudom képzelni. Nagyváradon éltél ugye a farm előtt, az egy városi élet volt. Bulisztál, barátnőkkel találkoztál, milyen volt az életed a farm előtt? Hát az a helyzet, hogy nagyon városi lány voltam, és amikor azt mondom, hogy nagyon városi lány voltam, mindenki azt hiszi, hogy ilyen bulizós csaj, de nem, én annál sokkal introvertáltabb voltam. Hát most ezt nehezen hiszem el a TikTok videók alapján, meg a beszélgetés alapján. <laughs> Szeretek beszél beszélni, de hogy nem tudom, nem nem így bulizni, én nem jártam soha. Életem legjobb buliai azok, mint táncházak voltak, tehát mm. hogy nekem nekem csak a népi buli volt a buli mindig. Jó Kicsit ilyen régi módi <laughs> um, dolog, de hogy uh, valahogy a, a néptánc az, a, az akkori életemnek egy annyira központi eleme volt, um, amit... Uh, amit például így, így, nagyon sokszor így eszembe szokott jutni, mert uh, emlegettem azt, hogy uh, az, hogy a farmra költöztem, az sokkal közelebb hozott a népi gyökereimhez, és uh, például egy csomó olyan viselet elemet, egy, egy, csomó olyan viselet elemnek meg tudtam tanulni a funkcionalitását, amit úgy, hogy színpadra felvettük, és felmentünk, és táncoltunk, és leültünk, és soha nem tanultam volna meg. Uh -huh. Tehát például a köténynek, ami most is, most is rajtam van. Um, annak egy millió és egy használata van a kendőnek, ezt, ezt is nagyon sokféleképpen fel lehet kötni, persze munkához másképp szoktam, hogy jobban védje a hajamat. Um, és, és, és valahogy így így nem tudom, úgy érzem, hogy, 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 folytatom így valamilyen formában ezt az ilyen néptáncos vagy hát a népi kultúrával kapcsolódó életemet csak teljesen más, mássá átformálódott, amit az akkori városi én nem teljesen elképzelhetetlenné tartott volna. Most, hogyha a városban jársz, akkor mit érzel? Nincs honvágyad, vagy nincs visszavágyási érzés? Nem. Um, nagyon vagy túl jó volt már, vagy túl nyüzsi? Igen, kicsi adagokban nagyon szeretem, tehát én, hogyha, hogyha kikapcsolódni szeretnék, akkor a kedvenc időtöltéseim, például a turizás, meg a régiségvásáró, kóskapia. Azért a shoppingolás megmaradt, látom, csak átalakult. Átalakult, igen, igen ez a fenntartható shoppingolás, a turizás. És, és szeretek régiségeket is vadászni, Úgyhogy eh, ahhoz pedig ugye a városba kell jönni, és eh, ezt néha meg szoktam lépni, um, de kis adagokban nekem ez így tökéletesen elég, is utána nagyon örülök, hogy vissza tudok menni abba a csendes kis buborékba, ami nekünk otthon van. Beszéljük a szerelemről, ugye... Hogyha jól tudom, akkor ti a Dáviddal társkereső ismerkedtetek meg egymással, tulajdonképpen lehetnétek a társkereső reklámja valójában, mert azért ritka, hogy valakik ennyire egymásra találnak, és ennyire összekapcsolódik az életük, és tulajdonképpen uh, uh, egymás lelki társaivá is válnak. Társkereső meg ez még ritkább szokott lenni szerintem. Mi volt a bemutatkozó szövegetek? Jézusom! <laughs> emlékszel <Fú>. rá? <laughs> a részletekre, részletekre emlékszem. Tudom, hogy Dávid azt mondta, hogy egy, egy szép birtokon lakik, valami ilyesmi Aha. volt így. Um, és. Hú, um, hát az enyémre én nem tudom. De, hát, az azt nem jegyeztem meg, az volt a lényeg, hogy Dávidnak mi volt. Um, hát az a helyzet, hogy én a legesleges legelején ezt így egy picit így szégyeltem, hogy így bevalljam, hogy Isten, társkereső mennyire gáz már. De, De rájöttem, nem, hát. Azért, érsz, tehát azért tele van, van bolonddal, de azért tud vicces is lenni nyilvánvalóan ez a történet, csak hát oda kell figyelni, hogy kivel sodorja össze az embert az élet. Így, meg hogy Dávid volt a legelső, akivel elmentem randizni, úgyhogy öt éve voltam regisztrálva ezen az oldalon. És leveleztetek egymással? Egy hónapot. <laughs> Tényleg? Igen. A, tehát, hogy nem, mondjuk az első találkozásig olyan másfél hetet azt hiszem, kb. Tehát így nagyon-nagyon gyors levélváltás mm -hmm. um, amikor elkezdtünk így, tehát hogy én nekem is a szimpi volt, ő is, gondolom én is neki, és javasoltam, mondtam, hogy át fogok utazni Budapesten, mert hogy egy középkori fesztiválra mentem pont hajat vonni, és mondtam, hogy pont itt leszek Budapesten, találkozunk egy kávéra, találkoztunk, én azt hittem, hogy nem vagyok szimpatikus, de teljesen megértem. Um, de aztán visszafele jövett, amikor a fesztiválnak vége volt, akkor visszafele mellett. megint találkoztunk Budapesten, és aznap úgy búcsúztunk el, hogy akkor legközelebb találkozunk nála a tanyán, a birtokon. Meglátogatod? Igen, hát én már tudtam, de nem úgy beszéltük, hogy oda költözöm. Tehát, hogy akkor már arról ja, beszéltünk, tényleg? hogy oda költözöm. Igen. Tehát ez volt, ez volt a harmadik randi, ennyi. Két randi volt Budapesten. És a harmadikra úgy volt, hogy na hát akkor, akkor jövök, és jövök, is kész. Ez egy ultraromantikus... Nagyon-nagyon fura, tehát hogy így... Hát ez, ez nagyon romantikus. Nagyon romantikus, de ha például a saját lányom majd így a jövőben valamikor ilyet csinálna, biztos nem engedném neki, ez, hogy így de, egy de vadidegen... Te anyukád mit szólt? Ú, szegény, nagyon nehezen viselte, nagyon-nagyon nehezen. De azóta ezt így teljesen. Mert azt, hogy a el dolgoztuk már. Három, három találkozónál összeköltözöl valakivel azt viselte nehezen, vagy nem forra Azt, hogy, nem tudta. Azt, bármint, hogy ő azt azt ja, így hogy csak egy hosszabb távol kapcsolat? Nem, nem, ez úgy volt, hogy ugye találkoztunk kétszer, és akkor jó, én akkor meglátogatom, majd jövő héten, majd jövök vissza, ja. vagy Zéde, hogy én tudtam, hogy én oda költözöm, csak ezt így nem volt szívem elmondani neki, csak hogy hát most oda megyek egy kicsit több időre, most, most, egy, most két hetet maradok, csak hogy így, és akkor akkor utazgattam haza. Én vagyok a kisebbik lányom, úgy kettő közül egy nővérem van még, és ezért is szerintem nagyon nehezen engedett el anyukám. Hát aztán egy-két találkozó Dáviddal, és utána már így megnyugodtak meg a szüleim is, hogy jó, jó helyre kerültem. Apukám tudom úgy búcsúzott el először, először Dávidtól, hogy, hogy na, vigyázz rá, mert ő egyedül magára úgyse tud. Tehát ez egy tessék, odaadtam a csomagot, most Akkor, már. Életképtelen vagy arra, hogy. Hát, nem tudom, Dávidom, hogy kihozott belőlem egy csomó nagyon jó dolgot. ez senki nem gondolta volna, mondjuk, hogy tanyán dolgozzak, hogy így mm. ilyen állattartó munkákat végezzek, ilyesmi. Azért mondom, egészen Öm. Talpra esett lánynak tűnsz, te nem tűz életképtelennek. Igen, de, de hogy ez ez az ő pozitív hatása, meg hogy nagyon így önbizalmat is így. így sokat belém, uh -huh. belém lehet, úgyhogy uh, arra is ő rá, hogy az angol nyelvű csatornámat elindítsam, mert hogy az milyen jó lenne. Az amúgy úgy kezdődött, van egy angol nyelvű csatornám, ahol uh, népi kultúráról, meg uh, történelemről készítek videókat, meg hajviseletek. Így van, hajviseletek, népviseletek, ilyesmi. Például mondva mi a nevét nyugodtan. Pretty Shepherd, az angolul. Uh, tehát szép juhász ö, lefordítva. Azt a csatornát... Akit érdekel az életkorod, akkor menjen most oda, tudod? Ö, jaj, hát ezt, ezt előbb nézzétek, hallgassátok végig, és majd utána. <laughs> um, szóval um, nem szalad sehova az a csatorna, szerencsére. <laughs> uh, és nem nem tudtam nagyon foglalkozni vele az utóbbi időben, de nincs, nincs elfelejtve, nincs nincs teljes mértékben el, elhanyagolva, csak csak nem volt sok időm foglalkozni vele. Uh, minden esetre. Uh, azt azért indítottam be, mert Dávid látta régebben az előző formában nagyon sok foglalkozt, nagyon, nagyon sok önkéntest fogadtunk és foglalkoztam velük, és látta, hogy mennyire Jól megy nekem az, hogy ilyen tartottam nekik ilyen folklóresteket, és akkor előkerültek a viseletek, és akkor meséltem, hogy ez milyen, és miért ilyen, és miért olyan, is, hogy ez a viselet idevalósi, odavalósi térképen mutogattam nekik, meg minden. Mondta, hogy csinálj már angolul egy csatornát, tehát ezt zabálják az emberek, ahogy magyarázom. És hát tényleg találtam egy nagyon érdekes réteget, akiknek ez nagyon-nagyon tetszik. Főleg olyanok, akik Amerikába kiköltözött... Ilyen második, harmadik generációs hmm. magyarok lehet, hogy már, sőt, valószínűleg már nem is beszélnek egyáltalán magyarul, viszont nagyon szeretnének tanulni a kultúrájukról, de magyar népi kultúráról angol nyelven nagyon kevés dolog elérhető. Hmm. És az én videóim ugye pont ezt ezt képviselik. Azt nagyon jó látni, hogy a TikTokon. Van olyan tartalomgyártó, ráadásul tényleg nagyon magas számokkal, tehát nagyon magas eléréssel, aki azt közvetíti a fiatalok felé, hogy merj jobb magad lenni, és merj, merj egyéniség lenni. Ugye fiatal vagy még az őszüléshez valójában, ennek ellenére a, a teljes haja tulajdonképpen ősz, ugye? Hátul talán nem, vagy valami ilyesmit hát, láttam hátul, ugye a picit Kevésbé, de az a, ez, tudom, hogy egyszer pont hivatkoztam. Ó, oh, hátul még nem őszülök, és aztán megnéztem tükörön, most már nagyon ősz vagyok ott, is, szóval már... Tehát, hogy ez, már ezt, te, ezt is vállalod, tehát nem festeted be a hajadat, Igen. hanem vállalod ezt a dolgot, vállalod az öltözködésedet. Mennyire látod azt, hogy ez hatással van a közönségedre? Milyen visszajelzések vannak? Tehát, hogy volt esetleg olyan, aki azt mondta, hogy tökmeni menő az hajadű is megtartja őszen a haját? Igen. Tényleg? Igen. Um, olyan, olyan is van, aki jóval fiatalabb nálam, és azt mondja, hogy alig várom, hogy őszüljek. Uh -huh. Például. Uh, meg van olyan, aki aki akár úgy futott, vagy, vagy úgy, úgy, úgy jött szembe vele az én csatornám, hogy, hogy ilyen őszhajú inspirációt nézegetett, és akkor ó, hát ilyen fiatalon, és akkor mondjuk mit én, valaki, aki 50 évesen elkezd őszülni, és ő ezt úgy éli meg, hogy itt van vége a fiatal éveimnek, vagy mit én, és akkor meglátja, hogy én 13 évesen őszülök, és engem nem zavar, hát akkor ő miért zavarná. De zavart téged az elején. De az a vicces, hogy addig zavartam, hogy nem látszódott egyáltalán ja, te szinte. Tehát Az a három-négy hajszál, amit előli, így a frufrumba volt, és akkor Hú, de most mi lesz ez Nem is tudom, tehát hogy alig bírtam feldolgozni akkor azzal a 13-4 éves... Lelki világommal, énemmel, hogy, um, hogy most itt én koravén leszek, és borzasztó, és mi lesz itt. És ahogy elkezdett látszódni, egyre inkább úgy kezdett el egyre jobban tetszeni. Tehát, hogy akkor az elején olyan volt, mintha itt lenne egy kicsit ilyen tincsem lennének, vagy tincsenként befestettem volna, és um, ilyen olyan. Hát olyan két-három évig volt az, hogy zavart, és nagyon szerettem volna befesteni és a szüleim nem engedték, és hallani se akartak róla. Ez egy picit hozzátartozik az, hogy éjfeketére akartam festeni a gót korszakomba, és akkor azt nekem már a hajad is fekete legyen, az már nem szó, hogy így felejtsen az el. Az már túl depresszív hozzá, igen. Igen, igen, igen. Um, úgyhogy lehet, hogy ez is hozzárakott egy lapáttal, de nem engedték, és 16 éves koromra pedig már, akkor már tényleg így kialakult itt elől két tincs, um, és az nagyon, nagyon tetszett már addigra, és tudom, hogy apukám jött oda hozzám, egy nap, hogy így, hát hogyha szeretnéd, azért most már megengedjük, hogy befest. Nem akarjuk, hogy érted, hogy ősz vagy, meg ilyen. Azért gondoltam, hogy nem, most már nem. Lepiszkáltak De fel, miatt a többiek? Az a furcsa, hogy nem. Mm. Ö, és szerintem azért, mert ö, sokkal nagyobb céltábla volt egyéb dolog az életemben, mint például az, ahogy öltözködtem. Jaj, a hajamig se jutottak, hogy nézzék, um, amikor mondjuk ilyen kis fura ruhákba jártam, um, és um, hát akkor se féltem így magam lenni, tehát um, jobban priorizáltam azt, hogy hogy beteljesüljön a lelkivilágom az által, hogy, hogy én ezt így felveszem, mint mint azt, hogy hú, inkább ne bántsanak, és akkor én inkább most így szürke veréb leszek. Mennyire tehát, hogy ugye a te külsőd, meg az, hogy egy tanyán éltek, az valójában egy konzervatív hozzáállás. Te mit gondolsz a konzervatív női szerepekről? Tehát arról, hogy egy nőnek a konyhában a helye, a nő főző mosson, takarítson, mi a te véleményed erről a fajta életvitelről? Én. Nagyon szeretem romantizálni a történelmet. Soha nem fogok olyat mondani viszont, hogy bár csak száz évvel ezelőtt születtem volna, vagy kétszáz évvel, ne vagy Isten. Most um, azokat így ignoráljuk, hogy nem volt gyógyszer, meg egy csomó tisztasági, akár női termékek nem léteztek. Akár egy kórház sem hát. volt egyébként, Ko igen. Kórház is elég, igen, hát meg még kezet sem mostak a, a műtétek között az orvosok, szóval hogy így, oké. Okay. Um, ezeken túllépve. Én szerintem a jelen időnek, a 21. századnak az egyik legjobb oldala az az, hogy dönthetünk, hogy milyen szerepet szeretnénk betölteni. És én például eldönthetem. Nálunk otthon Dáviddal van, akinek ez furcsa, van, akinek ez nem annyira. Nálunk otthon eléggé sztereotipikusak a munkamegosztások, azon kívül, hogy én vágom a csirkéket, azon kívül például <laughs> <laughs> kiszokott ütni a egyes embereket, de mindegy. Főzni én főzök, a háztartást én vezetem, és egy csomó minden más van. Például a pénzügyi a... tervek, amiket inkább ő szokott. De a farmi munka mellett még főzöl, most volt akarítasz. Hát hála az égnek a farmi munkára már van segítségünk. Hmm. Tehát az... Az, hogy fizikailag én végezzek mindenféle munkát, így az állatok ellátásában és az körülbelül ilyen az első egy-két évben volt úgy, hogy a legelső évben tényleg abszolút mindent ugyanúgy csináltam, mint Dávid. Ugyanúgy cipekedtem, ugyanúgy egyik kézbe takarmányos vödör, másik kézbe vizes kanna, fel a dombon, megetetni a csirkéket, le a dombon, feltölteni. És még egyszer fel a dombon, mert két fordulóból lehetett csak megetetni őket. Vizet a patakról hortunk, egy csomó, tehát hogy nagyon-nagyon durva volt, és nagyon örülök, hogy azt a munkát most már így nem nekem kell végeznem, még hogyha néha ki is vesztem a részem belőle, de ö, nagyon ö, az úgy nagyon fárasztó volt, nagyon örülök, hogy megtapasztaltam mert így perspektívába helyezi az egész, az egész farmos életet, meg hát tényleg nagy, örülök neki, hogy ha, ha, valakivel leülök arról beszélni, hogy hogy kell megetetni a csirkéket, vagy hogy milyen takarmány, vagy hogy kell az beszórni, vagy hogy, hogy rakjuk a, az etetőket, vagy bármi arra. ehhez én is teljesen értelemszerűen tudok hozzáfűzni, mert végeztem már ilyen munkát, az, hogy manapság pont nem nekem kell pont ezt a részét a melónak csinálni, az csak azért van, mert van segítség már így a farmon. Úgyhogy tudok azzal foglalkozni, hogy igen, a háztartás vezetéssel, viszont például a vásárlókkal való kapcsolatot, azt mai napig igyekszem, úgyhogy mindig én lehessek ott az átadásokon, hogy beszélgethessünk. A házi asszony amúgy igen, de hogy sokat számít, hogy tudják, hogy, hogy, én adom át a csirkét, tehát hogy tudok mesélni nekik arról, hogy hogy volt tartva, vágásnál ott vagyok, meg minden. És a vágást úgy borzasztóan nehezen adtam ki a kezemből. Az egyik utolsó munka volt, amit így körmeimmel így nagyon-nagyon nehezen tudták kiszedni. De miért? Egyáltalán, mert tudtam, a... hogy ahogy én csinálom, az úgy biztos, hogy nagyon jó. Én beszéltem a, a csirkékhez, mm -hmm. amúgy megköszöntem nekik, meg mindenféle. Um, most, aki segít nekünk ebbe, ő is nagyon-nagyon ügyes, nálam fiatalabb um, lányam úgy um, és... Uh, és, és, nehéz volt, tehát hogy így még akkor is, hogyha így szemmel láthatóan, tehát látom, hogy jól csinálja mindent, a megbeszéltek, meg a, a rendes menetrend szerint végez, akkor is így, oh, nem nekem kéne mégis csinálni, és akkor Dávid így megkérdezte tőlem, ez egy nagyon-nagyon um, kedves megszólalása volt, megkérdezte, hogy Anna, szeretnéd életed végéig mindig-mindig te vágni a csirkéket? És akkor, hát nem, Hát akkor mindegy, hogy most vagy öt év múlva fogsz mm. valakit megtanítani, mert valamikor ezt ezt, így, ezt a szállat így el kell. Meg tudom csinálni még mindig én, tehát hogyha, hogyha arról van szó, de hogy ahogy növekedünk, és egyre több mindenre kell időt szakítani, a marhákról alig beszéltünk amúgy, és ugye igazából ők azok, akiket még így nagyon prioritásba akarunk hozni. A marhák azok mindig prioritások. Nálunk. A barmok is. Igen, <laughs> <laughs> ja, um, a barmok is. Figyelj, ez a tudásmennyiség, amit te most itt is megvillantottál előttem, ezt te hoztad magaddal, vagy az évek során tanultad meg más gazdáktól, vagy pedig akár képzéseken keresztül. Pontosan amúgy ez, ez így az évek során jött és tanultam. Um, Rengeteg könyvünk is van ebben a témában. Amúgy Youtube-on nagyon-nagyon sok mindent lehet megtanulni. Nagyon vagány gazdák vannak. Annyi, hogy ugye angol nyelven van a legtöbb tartalom. Illetve, ha van olyan gazda, akinek nagyon szimpatikus a módszere, akkor ha tehetjük, meglátogatjuk. Uh -huh. És megnézzük, hogy igazából hogy mennek nála a dolgok. Idén volt szerencsénk, mondhatom, hogy a mentorunkat meglátogatni Afrikában a holisztikus menedzsment szülőatya, Ellen Savory, ami tényleg egy ilyen villámlátogatás volt, tehát hogy turistáskodni azt hiszem volt másfél óránk kereken. Tehát, hogy így a... a Viktória és azt mondták, hogy ne, ne, ne menjetek már el innen úgy, hogy nem nézitek meg a vízesés, világ egyik csodáját, érted? Mm. De hát mi a farmra mentünk, tehát hogy nekünk tényleg az, az volt a, a fontos... volt, mint a Viktória vízesés, érted, a, hát, öm, a farm i, élet. Igen, amúgy nagyon örülök, hogy megnéztük, mert földbe gyökerezett a lábam tőle, annyira ijesztő és csodálatos látvány volt, de nem az volt a lényeg igazából uh, ellennel találkozni, az, az egy fú Összeteszem a két kezemet, és hálát adok, hogy találkozhatta. Egy idős bácsi, amúgy nagyon. Már. Láttam a munkám során. Igen, hát igen, vannak közös fotóink, és, és, és végtelenül bölcs, és, és nagyon kedves, és nagyon jó elbeszélő, tehát annyira jól adja elő, annyira jól ki tud állni emellett a, a szempont mellett, amit ő képvisel, úgyhogy, úgyhogy őt is ugyanígy meglátogattuk. Azért, hogy tanulhassunk, és, és amúgy egy-egy pillanatban így szégyenkezve néztünk körbe, hogy milyen kifogásunk lehet nekünk Magyarországon az itteni csapadékmértékkel, amikor ők ott azt kihozzák Kalahári-Sivatagi homokon. A, tehát, hogy azon gazdálkodnak. Úgyhogy uh -huh. így kifogás nincs, go előre! <síthat> Oké, okay, marhákról beszélgessünk így a végére Marák még ]ról. akkor, mert azt Jó. látom, hogy nagyon témád. Igen, abszolút. E, igazából itt egy picit így visszakanyarodnék egy ilyen tudományosabb vonalra és megközelítésre, hogy emlegettem ugye, hogy a, legelő, a legelőn a marhák ugye teljesen másképp működnek, mint egy ipari telepen. Ez az azért van, mert ugye a legelő és a legelő marha között Végülis a legelő és a legelő jószágok között egy roppant erős ökológiai kapocs van. És hogyha mi az ökológiába így belenyúlunk, beleturkálunk, és kiszedünk belőle dolgokat, mint ahogy az ember azt így nagyon szereti csinálni, akkor ezek a, ezek a láncok teljesen felborulnak. A holisztikus menedzsment például meg a szakaszos legeltetés segít abban, hogy olyan formában tegyük vissza a marhákat a legelőre, hogy az építő jellegű legyen. Konkrétan a mi módszerünkkel, vagyis hogy azzal a módszerrel, amit mi is alkalmazunk, mert nem mi találtuk fel, mi is csak tanultuk, nem hogy karbon semleges, hanem karbon negatív tud lenni az állattartás. Mert hogy a fű sokkal több szenet tud Lekötni a földbe, uh -huh. mint amennyi karbon felszabadul az állat tartásából és a hús kitermeléséből. Ebben benne vannak a, a, az utaztatási költségek is, és az utaztatási, nem költségek, hanem a, a színdioxid kibocsátás. Ez azért van, mert hogy a, a fű az azért egy nagyon különleges növény. Egy viszonylag új növény, így a föld történelmét Tényleg? tekintve. Hát a dinoszauruszok korábban például nem létezett egyáltalán. De akkor mi volt? Nagy puszta? Á, nem, nem. Páfrányok voltak. Páfrányok, páfrányfenyők, azok sokkal ősibbek. És a virágzó növények is olyasmik, amik teljesen... Hát valamikor a krét a kor végén talán már kezdtek megjelenni. Amúgy paleontológus akartam lenni, mikor pici voltam. Úgyhogy... Milyen, akkor milyen is... eddig akkor szédítettél valójában, a dinók érdekeltek. Igen, és aztán rájöttem, hogy nem lehet kimenni ásatásra szép ruhákban, és akkor úgy döntöttem, hogy mégsem. De um, beöltözhettél volna, tudod, ilyen, ilyen Indiana Jones ruhába, és akkor kimentél volna, abba az lehetett volna abszolút, az a sztájl, ami abszolút. a ásatásokra való sztájl. Igen. igen. Um, úgyhogy Uh, igen, tehát ugye a, a fű az evolúciósan teljesen együtt fejlődött ki a kérőcő állatokkal, mm. és uh, ahhoz képest, hogy hogy nőnek más növényfajok. Mondjuk, elképzelünk egy ilyen leveles növényt, egy uh, ilyen szélesebb uh, levelűt, van erre egy magyar kifejezés, csak mindig elfelejtem uh, minden esetre, amikor uh, levágunk egy olyan növényt, ami nem fűféle, például lelegeli egy állat igazából, az is ugye ezt jelenti, akkor um, igazából fent kezd el, ugye megpróbál ugye újra nőni, tehát ki, kihajtani ugye, egy új, új hajtásokat létrehozni um, például, amikor egy bazsalikon bokrot megmetszünk. Biztos, hogy van olyan, akinek otthon így a párkányon van. Láttam már én is olyat, igen. Aha, igen, hogyha visszavágunk egy egész ágacskát róla, akkor szétágazik és elkezd megint nőni, mm. ugye? Um, viszont a fűvel teljesen más az eset, és ehhez elég azt is tudni, tehát elég annyira ismerni a füvet, hogy mondjuk, mikor lenyírjuk otthon a pázsitot, mi történik. Mert ugyanez történik, amikor az állat lelegeli, csak ő hasznosítja is azt a fűdarabot, amit ugye kivág a tetejéből, levágjuk, igazából ez alulról nő tovább. Tehát, hogy a teteje az megmarad ilyen kis tompára, ahogy levágtuk, ugye? Tehát a fű mondhatni egy kis költői túlzással azt akarja, hogy le legyen legelve. Tehát ő lelkileg teljesen fel van készülve arra, hogy engem valamikor le fognak legelni és szeretné, hogyha lelegelnék. Ő végül is az ökoszisztéma nagy képét tekintve, kicsit, igen. Kicsit mazoid, értem. Lehetséges. A, a másik fontos információ még az, hogy a növényeknek, és ez tényleg mindenféle növényre vonatkozik, fákra is, bármire, általában nagyjából tömegben ugyanannyi a föld felett látható része, mint a föld alatti. Tehát a gyökérzete megszerepel azzal, így tömegben, mint ami fent van. De most képzeljük el, hogy egy növényből egy jószág, egy fűből mondjuk lelegeli a két harmadát, mert hogy így levágta. Az a fű, akkor a gyökérzetének rögtön kiad egy olyan impulzust, hogy hoppá, ebből a gyökérből két harmaddal több van itt lent, mint ami nekem, amire nekem szükségem van. Úgyhogy azt így engedjük el. És egy részét a gyökérzetének hagyja, hogy elpusztuljon, ami igazából szenet juttat vissza a talajba. Tehát azáltal, hogy a fű a napfényből, az esőből, meg mindenből felépíti magát, és utána a marha lelegeli, az serkenti, hogy azt a szenet, amit ő elkapott az atmoszférából, azt visszajutassa a talajba. Mit a körforgás? Igen, és ettől lesz karbonnegatív. Mert hogy a, a jószágok azáltal, hogy ezeket a, úgy mondom, ott van a legerősebb kapocs a fűfélék és a kérődző jószágok között. Ez nem tudom, amikor belefutottam, ugye Ellen már emlegettem, amikor belefutottunk először az ő TED talkjába, és ha, ha valamilyen videót megnéznétek, vagy meghallgatnátok ezután... ezután, Ellen Savory, TED Talk, um, magyar felirat van hozzá amúgy, nekünk az ilyen mérföldkő volt nekem meg Dávidnak, akkor határoztuk el, hogy elköltözünk, és olyan fajta gazdálkodásba vágunk bele, amit... Is De is van valamiféle ö, maximalizálás? Tehát, hogy hány hektáron, hány marha tud élni igen. a fűmennyiség miatt? Igen, igen, és a legeltetés az igazából egy tudomány, tehát, hogy így meg kell tervezni, öm, szakaszolni kell. Van azt a parcellákra, vagy valami ilyesmi. mert hogy öm, amit nem mindenki vesz figyelembe, vagy nem, nem mindenki tudatosít magának, hogy ha ki vannak engedve egy óriási nagy területre, a marhák pont úgy viselkednek, mint egy kisgyerek, és a kedvent növényeiket eszik folyamatosan. Tehát a legfinomabbat, arra mindig rámennek, amit nem szeretnek, arra nem mennek rá. És ezért túllegeltetés is lesz, és elszaporodnak olyan növények, amik annak a marhának igazából nem jó, hogy ott legyen. Tehát a legelő az nem lesz egészséges. Tehát a legelő, legelő is valójában egy, egy megtervezett legelő. Nem? Uh, nem, nem. Ezek igazából csak így. Kint vannak. Lehet belevetni igazából, tehát hogyha, ha felmérnénk azt, hogy hiányzik valamilyen növényfaj onnan, és azt sürgősen be kéne oda vinni, akkor uh, szórhatnánk bele például valamilyen magot. Érdekes az, hogy ez alatt a 4 öt év alatt, amióta mi itt vagyunk, a legelőinken megjelentek olyan növényfajok, amik az elején úgy tűnt, hogy nincsenek ott. Tehát kikoptak, lappangtak lent a föld alatt, és várták, hogy mikor lesz jobb. És azáltal, hogy behoztuk a marhákat, megváltozott pár év alatt. És ez csak pár év, ez annyira-annyira kevés idő, és már most is látszik a változás. És a biodiverzitás az nem csak a növények szintén jelent meg, de még az állatvilágban is. Akár hát a rovarok szintjén, az lehet, hogy nem ennyire ilyen romantikus kép, de ők is nagyon fontosak. Viszont amit amit mindenki kedvel, a fecskék. Hm? Megjelentek a fecskék a farm, amikor odajöttünk, egy fia fecske nem volt. És még azon a nyáron, amikor megérkeztünk, megjelent egy-két család kb. És a következő nyarakon ilyen exponenciális növekedés. Szóval voltak hogy ez egy jó hely. Igen, megjöttek a marhák, a marhákra jönnek a bögjök, a bögrökjel pedig jönnek a, a fecskék. Hm. Tehát, hogy ez is az ökoszisztéma, a lánc szemei. Öm, hiány Hiányoznak a nagy tömegű, legelő állatok. Ja, és ne felejtsük el, ugye, hogy azért kell ide az emberi beavatkozás, azért kell berakjuk a marhákat, mert kiírtottuk Európából azokat a nagy állattömegeket, azokat a vonuló csordákat, amik itt evolúciós szinten ugye a kép nagyon-nagyon fontos részei. Mm. És az amerikai kontinens szoktuk felhozni példának, mert az így az emberi emlékezetben még jobban meg Európába is voltak. A Western meg, vagy mire gondolsz? Igen, például. Vagy csordák, és hasonlók? Így van, így van. Ö, ott. Nem, ne, nem akarok számokba menni, mert mindig elfelejtem, és nehogy véletlenül egy nullát ide vagy oda rakjak, és aztán majd Dávid leharapja a fejem, hogy hülyeséget beszéltem, de eszménytelen nagyságú bölénycsordák ö, voltak, és kiírtottuk őket. És most képzeljük el, vannak ilyen feljegyzések, ugye, hogy például az indiánok, ugye az ilyen fake érő fűbe, ugye settenkednek, és ugye ott becserkészik a, a bölényeket, és ugye levadásszák, és ugye vándorolnak a csordával, meg minden. És akkor ö, most gondoljunk vissza a western filmekből, azokra a pusztákra, ahol az ördög szekeret fújja a szél, ja. és nincs semmi. Az ugyanaz, <sínt> ilyen, a zenével, az ugyanaz a két terület, ahol a melligérő, meg fejbubigérő fű volt és préri, és az, ahol az ördög szekér van, és nincs semmi. És mi történt? Kiszedtük az állatokat. Hát igen, a, mo a modernizáció egyik eredménye. Azért menné, hogyha most átsétálnak az úton, nem? nagy de meg besétálna a városban nagy bölénycsorda. Hát valahogy másképp kéne akkor is szerintem menedzselni, még hogyha, nem is az, az ország, vagy a, a, városokban nem is akarnánk, hogy bejöjjenek. Um, amit az a helyzet, hogy um, az például, emberek de, 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 például, nem... Például, hogyha mondjuk a evolúciós szempont, hogyha lenne egy ami vadon él, uh -huh. az nem hozna olyan ragadozókat vissza, amik mondjuk a bölényekre vadásznak? Tehát akár, mit tudom én, farkast. Ők is az egészséges ökoszisztémának a részei amúgy. Ez hogy, azt hogy... tudom, csak hát azért nem lenne annyira uh, bizalomkerjesztő, hogyha farkasok e, a olálkodnának a, farkas, a A farkasnak nagyon-nagyon rossz híre van, de igazából nem egy olyan, tehát hogy hamarabb fogsz vagy egy, egy Statisztikailag sokkal nagyobb esély van arra, hogy mondjuk autóbaleset, vagy valami ilyesmi, mint hogy egy farkas valamit csinál. nem támadnak, tehát hogy nekik nincs így a DNS-ükbe belekódolva, vagy én aztán ezt az embert megeszem, vagy piroskát, vagy valamint, de Szóval, hogy öm, nem tudom. Ugye a farkasok igazából azért lettek kiírtva, mert a juhokra voltak, mm. és a jószágokra voltak. Nagyon kártékonyak, és... Nem tudom, vadászik a bivajra, bölényre, tehát milyen állat lehet az. Igen, ilyen a farkas az például egy jó tip, medve például, mondjuk a medve az ugye vegyes táplálkozású, tehát igazából az... Az bogyóval is el van, nem? Hát ne, nem az a, azért, nem az az, <laughs> az elsődleges, nem az az elsődleges kedvenc tápláléka. Meg mi ezzel um, tudod, nem? Az is el van. Igen, igen, mit cimackóra gondolsz? <laughs> um, a... Amit még hozzá akartam tenni... Te és a macia be erre gondoltam, tudod a bogyóra? Ja, értem. Oké. Okay. <laughs> 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 um, ezek az ökoszisztéma helyreállítással, Tehát a, a, az ökoszisztéma maga és az ökoszisztéma karbantartása az egy nagyon komplex probléma. És ö, mi emberek és a mi agyunk nem jó abba, hogy komplex problémákat kezeljen. Különbség van a komplex és a komplikált problémák között. A komplikált például egy űrhajó, vagy egy számítógép, vagy egy bármi gép, már bármiféle szerkezet, ami sok pici alkatrészből van, és azokat mikor összerakjuk, akkor lesz valami nagy. És ha egy dolgot a szerkezetből kiveszel, akkor nem működik, megszűnik működni. A komplex rendszerek. Nem ilyenek. A komplex rendszerből, ha egy alkotóelemet kiszed, akkor működik, is működik tovább, csak másképp. Hmm? Szeretünk nagyon ilyen kockaválaszokat válaszokat kitalálni. Ó, szárasság van, akkor majd locsolni fogunk. De hogy így nem gondolunk bele abba, hogy ez ennek Milyen vizet sokkal, használunk több, ellenye. sokkal több hatása van, sokkal több szinten. És a holisztikus menedzsment az igazából abba segít, hogy egy kicsit így messzebbről rátekintsünk, és feltegyük ezeket a kulcsfontosságú kérdéseket, hogy milyen hatással vannak a döntéseink ezekből az aspektusokból. És úristen, nem akarom, biztos rengeteget beszéltem már, úgyhogy bocsánat. Um, De nagyon izgalmas, amiket mondasz. Úgyhogy szerintem egyszer ellátogatok hozzátok bekölcére. Szívesen fogadunk téged. Reméltem is. Abszolút. És, és átbeszéljük a témákat, aztán esetleg egy következő podcastben ezt még kibeszélhetjük. De kedves vagy, köszi szépen. Hogyha van hozzá kedved. Abszolút. Köszönöm, hogy itt voltál. Fél, mit kívánjak nektek? Szokták így kívánni val valamit? Ti hát szoktam, és akkor az teljesülni is szokott, mert hát végül is látod zseniális. itt a képem, és hát ja, tudod, tehát, tehát hogy a királyi áldás, azt, azt tudod magaddal vinni, és akkor abba lehet valamit építeni. Ú, tudod, hogy mit kérek? Olyan szezonunk legyen, hogy a csapadék az nagyon szépen el legyen osztva, és ne, ne hújjon le egyszerre az egész, és ne legyen nagyon száraz periódus, tehát ilyen szépen beosztott csapadékunk legyen elintéztem. Remélem. Köszönjük szépen. Köszönöm, örülök, hogy itt voltál. Én is nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt lehettem. Ha tetszett a beszélgetés, iratkozz fel a csatornára, nyomj rá a csengő ikonra, hogy jelezze, hogy a új videó érkezett. Nézd meg a korábbi beszélgetéseket, szólj hozzájuk, lájkold őket, és hogyha ezek után még van kedved, kövess a különböző social media platformokon, például az Instagramon, vagy újabban a TikTokon is.